Tegnap bementem a mészárszékre, ugye négy lábú leánkának. Vételezzek valami vacsorát. No, és ezt ajánlotta a hölgy, hogy jó olcsó. Igen, most tisztára nagy ferú leszek, aki annak idején állítólag a koncerten ledarált valami élő csirkét, de hát ez már nem él. Itt helyben úgy szokták, hogy tőke, két fejszín. Fejsze. No. És azt nézem, hogy az én kuktámba beférjen ez az anyag, ahhoz fel kéne őfenségét boncoljam. Húztam is magamra egy böllér kabátot. Ő már valóban agyatlan. Aha, ezt innen elbírjuk távolítani. Talán így. Majd valahogy megpucolom a fűrészt utána. Tisztára olyan szaga van, mint a fogorvosnál. Igen. Ó, mohám, nagyon finom falatok lesznek itt, ez meg fő egyszer. Ezt még egyszer át kell itt tolni. Kezemet szeretném megúsztani. Mindig jó. Én nem meg. Már lehet, hogy befér a kuktába. Azért még dolgozzunk. Új, de jó, teledobta. Cucika. Szemed, még a szemed is benne van? Júj. Azt a mindenit. Mibe akadsz te? Nem egyszerű, hogy ne legyen belőle baleset, de megoldjuk. Csontnak egy szaga. Gondoltam, egyszerűbb lesz, de túl nagy feje van a cocinak. A végén mégis marad a fészi. Hú, és még a pofám is. Jól meg lett rakva csontlisztán húsdarabokkal. Na lássam, mit bír meg ez a barkácsasztal. Lehet röhögni. Belefér. Áh, tökéletes. Majdnem. Soha nem gondoltam volna, hogy disznófejszerelő is leszek. Én fejemmel. Ups, egy kamera leesett. És az egésszel elértem azt, hogy hihetetlen összemocskótam, zsíroztam mindent. Valamint takaríthatom a fűrészgépet is. De egyszer mindent ki kell próbálni. Aki harmadszor is kutyaszarba lép, az menthetetlen. Én nem még egyszer szám. De egyszer muszáj. Igaz, maha fiam? Na, legyek, már meg is jelentek a friss anyágra. Tehát, metszőolló utoljára, fészi középre, na jó fejsze, és jó.
Nem volt jó ötlet, de kipróbáltam. Hihetetlen összemocskóta a fűrészt. Legjobbakat. Igen, ma ha ez lesz a vacsorád, de előbb megfőzöm, jó? Az a nyálnyalogatás, vagy szájnyalogatás, az nem semmi. Ezt neked megfőzi a gazdi estére. Jó van. Úgy jártam, mint Xi haverom annak idején, amikor középiskolába jártunk, mert ő kitalálta, hogy menjünk a lépcsőn fog ácsolni, mikor a nyárban. Abban az időben az volt a divat, 30 éve. Nem, utána. Mindegy. Rég volt, amikor még kifitorony volt a divat. Szóval bevitt egy csomó fenyőfalészet a szobájába. Gyerek, szoba, minden. Penge. Szép. Borsúző. Szőnyeg. Padlószőnyeg. Paltól falik. És ő fűrészen. Nagyon szép. Kifitornyot készített. Fenyőfalészből, gyalulva. Fűrészelgetve és csavarozva. Egy baj volt. A fűrészport utána. 4 óra hosszáig porszívózta. Már a 10. percre szedem ki a csontot és a húst a fűrésztől. De egyszer ki kellett próbálni. Nézzük meg, hogy mi lesz a hatás. Gyere! Én is a rajongó. Ne ezt tegyed, bugyú! Szép vannak a forgácsok. A nem sikere, disznóság. Ne. Tévesz ezt takarítva. Már el is tüntette. Hát azért sikeres volt a megoldás. Amilyen kretén, nagyon sikeres. Jó. Mondtam én, hogy normális vagy? Na, jó móka volt. Még egyszer nem csinálom meg viszont. Az már nem jó móka. Nem, milyen szépen belefért. Az kuktába.